Hello mindenkinek, Rapó vagyok, és itt vagyunk egy újabb Techit részben, amiben elég sok minden fog most történni, mert nem tudom. De mindegy, hogy folytatom tovább itt a kalandozásaimat a vadonban, a Techit világában. És hát ahogy látom, a növényeim azok egy kicsit már nőttek azóta, mióta nem volt rész. Úgyhogy majd ezeket leszedem, hogyha megnőttek, és hát akkor meg folytatjuk tovább. Ugye most ott tartunk, hogy elvileg áron kéne. És akkor beüzemelni egy-két dolgot. Igen, amúgy mostanában úgy láthatok nem volt rész, aki követ Facebookon, ott van a link a leírásban, megtaláljátok. Aki még nem lájkolta, mindenképp lájkolja be az oldalt. Tehát azért nem volt mostanában úgy semmilyen sorozat, mert ugye nekem is a nyár, mert minden aztán el voltam egy kicsit, máshol voltam, nem itthon, ugye csatornapot kell, utána ő volt itt, meg minden azért volt a live is, ami múltkor volt. És hát nem nagyon csináltam videót, én is úgy gondoltam, hogy akkor már pihenek egy kicsit, el leszek. Úgyhogy végül csak ennyi volt az oka, de mostantól hát megpróbálom ugyanúgy folytatni, mint eddig. Közben elég sok mindent megtudtam még a Techitről, ugye Balázsral a szerveres dolgokat folytattuk tovább. Jó, van a hang. És ott nagyon sok mindent sikerült megtudnom közben. Amúgy közben itt azt még elkezdem, hogy csinálni kéne Steam Dynamo-t, ugye... hogy legyen már végre áramunk egy kevés, annak a receptjét megnézzük, ha így kell csinálni, oké. Tehát silver ingot kell hozzá, réz, ja, silver ingot, réz, meg redstone, nem is olyan vészes, akkor mindjárt silvert égetünk ki. Tehát hol tartottam, hogy sok mindent megtudtam így erről a Techitről, nagyon jó dolgokat, és azt beszéltük éppen, mikor kész lett ugye a házam a szerveren, Silver, hol van már? Itt van. Mondom, kettő, nem egy, kettő. Ugye, hogy megépítettem ott a bázisomat, és mondta nekem, hogy lehetne ez víz alatt is, és ezért úgy gondoltam, hogy akkor itt, hogyha sikerül minden, akkor víz alá fogok építeni egy ilyen nagyobb bázist, tehát itt nem, na, itt nem nagyon fogok építkezni. Tehát amiket elterveztem oda ládákat, hogy ott lesznek, azok, hát ide a házam végében majd szerintem fogok csinálni egy ilyen nagyobb ládát, tehát nem faládát, hanem egy nagyobb ládát, és akkor hát abból, vagy abba jönnek majd, mert ugye ahhoz a helyhez, amit én akarok, ahhoz kelleni fog. Most kell resztón. Kelleni fog egy pajzs, pajzsos dolog. Így, né? Már megvan. Egy pajzs kellene fog, mert ugye abba ez a force field valami, mindegy, tehát egy pajzs. És mit kell nekem? Még izét kell. Réz, akkor ezet égetünk ki. Hát rézből kell pár darab szerintem. Úgyhogy, hát nem tizen... Na jó, égessünk ki 14-et, ez most jó lesz. Úgyhogy azt terveztem, hogy a föld, vagyis a víz alá beköltözök, azt a pajzsot megépítem, és abban a pajzsban van egy olyan jó kis modul, ami kiszívja az összes vizet, vagyis így eltüntet minden vizet a pajzsból. Tehát nem kell nekem ugye betömnöm, meg kiszívni valamivel, esetleg pumpával, még ilyenekkel lehetett volna még. Tehát semmilyet nem kell csinálnom, hanem csak azt lerakom, és akkor a pajzs legenerálódik, és utána pedig azzal a sponge, mindjárt meg is mutatom, sponge modul itt van, tehát ez a modular force field szisztemes dolog, és ez a sponge modul, igen, sponge modul, ez lesz az, ami nekem hasznos lesz, és akkor ezzel ki tudom szívni a vizet a pajzsból, és utána pedig oda tudok majd építkezni. Tehát ez lenne a célom. Majd, de ehhez viszont ugye elég sok gyémánt kell, hogy egy ilyen pajzsot meg tudjak csinálni. És ahhoz, hogy ezt működtessem is, ahhoz pedig kelleni fog áram. És hogy áram legyen, ahhoz kelleni fog egy reaktor. Hát nem egy olyan nagyobb, nagy reaktor, valami kisebbet esetleg megpróbálok összehozni, hogy mégiscsak valami legyen. Jó, nem égetünk ki többet, ha 8 darab kell hozzá. Nem, több kell. Tehát több kell, mert ugye ezt is, és akkor tökébe lehetne adni mintának. Mert ugye ehhez még kell
több rész, meg egy resztón. Hát jó, akkor egyelőre majd ezt megcsináljuk. Jó, egy vasat, ó, még vasat is körbe kell raknom. Hát akkor bőven fog kelleni még rész. Mert csak ez most a Thermal Expansion-ös, ez meg a Galactic Craft-os. Ah, és abból csak annyi van. Jó van, akkor nem gond. Mert egyelőre, ahogy látjátok, 36 gyémánt, ugye ennyivel fejeztem be. És ehhez még bőven, bőven kell. Tehát rengeteg minden. Úgyhogy muszáj kvarikat beüzemelnem, minimum két kvarinak végig kéne mennie, hogy utána tudjak ilyen pajzsot csinálni. Tehát az lesz most a legfontosabb nekünk, hogy áramot, tehát egy reaktort összedobjunk, ami működteti ugye majd a pajzs generátort. Hogyha, tehát egyelőre akkor áramforrás, erőmű, utána pedig a pajzsot abból, hát a kvarit megépítem, és akkor abból annyi cuccot összeszedek, hogy pajzsot megépítsem. Ha a pajzs megvan, utána pedig tudok a föld alá, vagyis a víz alá építkezni, úgyhogy szép pajzsom ott van. Az úgy jó lenne, ha meg lehetne oldani, és akkor azért is gondoltam, hogy nem csinálok annyi... ez kiégett. Hát így, 16-ot. Azért is gondoltam, tehát nem építek ide semmit, mert akkor megpróbálok egy eme számítógépes rendszert összedobni, hogy ne kelljen ugye itt tele lennie cuccokkal, mert ugye nem tudom hány ládányi cucc lesz, és akkor akkor Winchestereken tudom átvinni a cuccokat az új helyre, ami viszont sokkal jobb. Hát egy kicsit másabb színű, de jó lesz az. Tehát azzal a rendszerrel ugye sokkal könnyebb, csak kiveszem a lemezt, és akkor rajta marad minden nem tudom hány ezer darab cucc ingot, mindenfajta jóságos dolog, és átviszem az új helyre, ott összedobom. És hogyha már az a hely, ha megépült az a hely, akkor utána ugye már ott be tudok üzemelni egy nagyobb reaktort. Én már a szerveren összedobtam egy nagyon jó működő kis reaktort, hát nem kicsi, jó nagy reaktor és hozzá egy egész nagyon nagy turbina, úgyhogy itt is az lenne a célom, hogy azt sikerüljön megépíteni mindenképpen. Meglátjuk, hogy cuccokat sikerül összeszednem hozzá, és akkor abból meglegyen. Na próbáljuk akkor megcsinálni. Egyelőre, ami kell, vas van nálam, nem szóltam. Tehát kell hozzá két fogas kerék, ugye? Aha. Oké, azt úgy kell csinálni, hogy így rakjuk. Így kettő megvan. Ezt berakjuk, ja nem, ide, meg ide. Alulra egy redstone, hogy volt? Mintát rakjuk be. Aha, eddig jó. Így, akkor a redstone-os... Mit csináltam? Kettőt. Amúgy két steam dinamót akartam csinálni, hogy több áramom legyen, de lehet, hogy inkább egy aksit csinálok, és akkor arról fog majd működni. Meg kéne egy pumpa, ami majd a vizet pumpálja bele. Az lesz még ott jó. De mindegy, akkor jó, megmarad. Nem baj, van egy Steam dinamom. Most akkor... Ez meg elég lesz már. Hallod-e? Jó van. Majd csinálok redstone kemencét és minden ilyen jóságos dolgot. Egyelőre akkor ezeket visszapakoljuk ide. Mert nem kell több. Na tehát ez megvan. Ehhez akkor nem tudom, hogy vizet lehet pumpával ebbe a Steam dinamóba rakni. Tehát, hogy akkor itt lenne a víz, de rakok egy pumpát, és akkor az szépen pumpálná bele a cuccot. Jó, hát egyelőre még ide rakom víz közelbe, meg egy halászgépet is be kell üzemelnem, ugye a kajaforrás az meglegyen mindenképp. Ez nagyon jó lenne, csak most tényleg azt nem tudom, hova rakjam. Most itt van víz, ez jó, ennek örülök. Hát jó, lesz itt. Ott lesz, ne csinálok hozzá kábeleket, pipe-okat, és meg egy pumpát, meg egy halászgépet. És akkor ez lesz így most a terv egyelőre, hát nem tudom, hogy meddig jutok. Igen, egy ollót viszont jó lenne, mert a gyapjúhoz, hogy levágjam, jó lesz. Nincsen ollom, úgy látom. Vasam sincs, akkor vasat is kell égetni ki. Jó, egyelőre. Hát biztos kell több, úgyhogy egy 32-t megcsinálok, kiégetek. Már esteledik is. Igen, amúgy a tekitbe az, hogy kraftolni kell sokat, elég sok kraftolás van, ez nem annyira kalandozós. De már, hogyha mondjuk a holdon leszek, ott már lesznek dungeonok, meg minden ilyen jóságos dolog, azért már az sokkal másabb lesz, mint itt.
De egyelőre még ugye nem minden kraftolás itt olyan jó. Sokat kell várni rájuk, meg kiégjenek, meg minden ilyen. Na megyek, ja, és szaporítom is a bárányokat, ha már itt vagyok. Azt hiszem egyszer talán szaporítottam is őket, hogy legyenek többen, de nem nagyon foglalkoztam azzal tovább velük. És még ajtót hova raktam? Raktam le ajtót? Szerintem nem raktam le ajtót. És esteledik is, úgyhogy inkább majd visszajövök később, és megcsinálom. De nincs nálam, de van nálam kerítés ajtó. Hát akkor nem, én nem raktam le. Na jó, aludjunk. Majd reggel, csak a zombik miatt ugye, hogy ne jöjjenek ide. Közben az is halad, jól van. A többi dologhoz is, ha jól emlékszek, kelleni fog vas. Azért is raktam bele annyit. Na hol legyen az ajtó? Legyen itt. Másik oldalon, ha jól tudom, van ajtó. Csak innen hagytam ki, ugye nekem bejáratnak, mert nem fog elsétálni oda, hogy bemenjek. Hogy értek, báránykák. Szépen szaporodjatok. Hogy neked is van már párod. És akkor megnyírlak titeket. Hát valamennyi gyapjú összejön belőlük. Nem túl sok. Ugye, de pár kábel csak, meg tudok 11 darab. Hogy is kell kábelt csinálni? Mi a franc? Wow. Ez gyors volt, haver. 13? Na, mindjárt jobb. Jó van, egyenek, aztán majd jövök még vagdosni a bundájukat. A kábelt megnézem. Akkor még pipe-ok kellenek. És akkor redstone kemencéket, meg ilyeneket be kell üzemelni. Mégiscsak jobban fog... Jobb lesz úgy kiégetni a cuccot. Azt hiszem talán 10 vas elég. De nem tudom. Majd meglátjuk mindjárt. Ha jól tudom, alumínium kábel a neve. Há, alumínium. Ez az. És jó sok gyapjuk el hozzá. És alumínium is. Oké. Okay. Jaj. Na, mindig a kemencébe nézek. Kell nekem akkor alumínium. Rendezzük már őket. Jaj, jó, itt vannak. Ebbe kell talán kiégetni. De ne négyet. Hú, de megszoktam a számítógépes rendszert a szerveren, és most olyan furcsa, mert ott ugye crafting table is benne van, az a crafting terminált, hogy megcsináltam, így ott van benne. És csak beírom a nevét, kikeresem is, vagy craftoló is. Meg ott alapból ki vannak már égetve a cuccaim, úgy van megcsinálva a rendszer, az tök menő. Na nem baj, hát most várunk megint egy kicsit. És akkor meglátjuk, mi lesz. Közben amúgy a pipe-okat is csinálhatom. Ugye, ja, meg egy pumpa. Akkor először egy pumpát. Igen, ez a pumpa. És egy mining well-t kell hozzá csinálni, még egy tankot. Jó, tehát kell egy iron. Jó, akkor több vas kell. Több vas fog kelleni. Mert ezek az ércek, az lesz a jó, hogy meg fognak duplázódni, hogyha elporlasztom őket. Úgy lesz a jó. És akkor úgy kiégetve meg még többet kapok. Na mindjárt, most ezt muszáj megvárnunk, mert nincs annyi szenem sem mondjuk. Igen, hát ez egy kicsit gond, de hát ez van. Tényleg mennyi jelóriumot találtunk a bányászat alatt? Yellowrite. Aha, ez az 64. 4, az tök jó. Az jó lesz üzemanyagnak. Kelleni is fog, ugye a reaktor az rengeteg jelóriumot meg fog enni. És jól fog jönni. Na még 4 darab. Jó, mennyi? 13. Hát... Nem tudom. 2 darab kábel fog kijönni belőle. Ez nem lesz elég viszont, úgyhogy még megyek gyapjút szerezni. Tehát vágom a bárányokat. Ja, várjunk, megvárom most már az alumíniumot, még az utolsó kiég. Utána még vasat rakok be, mert kelleni fog a pumpához. Ugye, amit az előbb néztünk.
Amúgy remélem, hogy mindenkinek tetszik így ez a sorozat, a tekites. Ez tényleg az, hogy nem annyira kalandozós, hanem kraftolós, és meg kell nézni, hogy milyen dolog mi. Úgyhogy hát aki ezt nem szereti, az akkor ne nézze. Hát csak-csak remélem, hogy azért tetszik valakinek a tekit is. Azért próbálom csinálni. Hú, mennyit javott. 28 lett. Wow, és most megint megnőtt egy bárányon. Oké, 31. Itt valami extra jó fű van. Biztos jó, 32. 34. Melyik evett? Melyik evett? Jó, gondolom kis bárány evett. Megint. Nagyok, egyetek már. Ahó, nagyok. Na, ki evett. Megint tettét, igen, nem tudom neked. Á, ott. A kicsinek is le lehetne vágni a bundáját. Ott van még egy bárány. Körbejárok, mert amúgy nem minden bárányt fogtam be, ugye csak kettőt és azokat szapogytam, vagy hármat fogtam be, nem tudom már mi volt. Ez az. Á, itt is egy. 41! Hú, ebből már meg lesz annyi kábel, amennyi nekem kell. Én úgy érzem. De azért még... itt a környéken szétnézek. Vagy a tojás is. Na meglátjuk, bedobjuk a tojást, ha ki kell, ha nem. Hát ezt nagyon bedobta. Úgy látom, nem akarnak enni. Na jó. Akkor 41 apjúval térek haza. Hát ebből se lesz még olyan rengeteg sok, de legalább elég lesz. Közben ez is szépen ég. Alumíniumon van. Nézzük. 6 darab kábel. Jó, 4 alumínium. Ja, hogy ez meg duplázódik is, vagyis a 6 darabot ad. Ó, hát ez bőven jó akkor. Én hirtelen most el is felejtettem ezt a dolgot. Még 2-t ki tudnék, de csak alumíniumom nincsen. Remélem 23 vas elég lesz, és akkor ennyi alumínium is. Ja, de még nincs mihez kötni, ugye. Kell majd vödör. A vödörrel fogom megtölteni a cuccot. Ugye vízzel egyelőre. És akkor a pumpát megpróbálom megépíteni. Gyorsan összedobjuk a mining vault ahhoz. Iron gear. Jó. És berakjuk mintának. Ja, jó. Igen, tehát most megint arra gondoltam, hogy nekem olyan könnyű itt már, mint ott. Ugye, hogy minden kéznél van. Az Iron Gear, remélem, hogy erre a fogaskerékre jól emlékszek. Igen, jól emlékeztem, hogy kell. Még botot majd mindjárt csinálok. Egyné. Remélem, most már minden van nálam. Jó, restón is van. Akkor csinálunk egy darab... a csákányt. Egy fa fogaskereket. És ebből... ja, még kő. Á, ebből kőfogaskerékkel, és utána jön... utána jön a vas. Tehát most berakjuk középre. És most jön a vas. Így, ez megvan. És akkor össze is tudom most már pakolni a dolgot. 3, 6... ide, ez, és megvan a mining vellem. Most üveg fog kelleni a tankhoz, ami nincsen. Mennyi kell? 8 darab. Jó, tehát akkor most homokot kell hoznunk. Ásom van-e? Ásom, pedig úgy emlékeztem, mint hogy el lett volna. Akkor nincs, mert ide csinálok, mert van nálam eszköz, vagy mi szél hozzá. Úgyis csak egy darab ilyen. Így, 2 tetejére 1, és már is megvan egy peridot. Amúgy múltkor direkt rákerestem, hogy ez a peridot van-e a valóságban, és tökre meglepődtem, mert tényleg van ilyen érc, hogy peridot. De nem is tudtam, hú, nem is tudom, mi volt. Valamit írtak róla, hogy milyen fajta, valami kemény valami, azt hiszem. De csak így teljesen vízből néztem meg, hogy mondom, biztos nincs ilyen hülye nevű érc, hogy peridot, vagy valami, és van. Na mindegy, hát nem gondoltam volna.
Mennyi van? 30. Tehát szerünk egy párat, lesz szövegünk is. Mondjuk, ha meg lesz a pulverizer meg a redstone kemence, onnantól már azért mégiscsak jobb lesz. Mert kőből is tudok majd csinálni. Igen, majd ide kell beleraknom pár dolgot. Na mindjárt meglátjuk, akkor a pumpa hogy fog működni. Remélem, hogy át fogja adni a vizet. És kell még hozzá majd fluidakt, ugye, ami szállítja a vizet. Fluidakt. Most nem tudom, ez az üvegeset csinálja. Ja, nem. Obszidiánom nincsen, úgyhogy csak sima. Tehát ólom és réz. Oké. Hops, minek vettem ki a fát. Ezt most látjátok, és se tudom. Kivettem annak, mint egy ólom és réz. Igen, most lenne jó, hogyha lenne még egy kemencém, csak nem akarok már csinálni itt annyit, de... Mindjárt megcsinálom, mert van annyi cuccom. Megfelezzem a szenet. Hova rakjam? Oda, ott tökéletes. Csak az a baj, hogy majd a izébe is kelleni fogsz én, ugye? A Steam dinamóba. Ja, mifelőre rakta. Így, és akkor égessük ki ezt gyorsan. Opa, ajtó becsuk, én meg alszok. Kár, hogy itt az alvás ugye nem olyan, hogyha alszok, akkor minden megy tovább. Tehát itt most ezt a 38-at így süty, már le is sütötte volna, meg ezt is. Értitek, mire gondolok, hogy akkor is menne az idő, amikor én alszok. Nem így, hogy akkor csak egy pillanat az egész, és akkor átvált nappalra. Na mindegy, értitek. Tehát csak ezt így hirtelen. Ja, bárányok. Bárányok, kell kábel. Kőkábel. Hát nem kőkábel, de kell kábel. Egyné. Jó, van báránykáim, gyertek. Egy-kettő annyit ad, valamelyik még semmit. Na megint van már 29. Jó, még több. Na, hogy kimenjél már, hülye bárány. Ott még egy. Azt hiszem megnőttek a kicsik. Nem? De. Na gyertek, egyetek újra. Te is, már szaporodni tudsz. És te is, na gyertek. Ohó! Szaporodnak a báránykáim. Tökéletes. A kinti bárányok, azok nem tudom, hogy vannak. Amik itt kint legelésznek, körbe-körbe a házom körül. Nem látom. Hova tűnt innen? Pedig itt volt, és most nem látom. Itt? Itt volt. És eltűnt. Na, mindegy, passz, nem tudom, hogy hol lett. Jó. Hát kis bárányok esznek, nagy bárányok meglapítanak. 32 gyapjúval visszatérek. És akkor megcsinálom, most már szerintem meg tudom csinálni ezt a tankot is. Ez a nyüveg. Aha. Ez az, tökéletes, ide be ez, pumpa megvan. Már csak akkor a fluidakt kell, és még alumíniumot fogok majd még kiégetni. Jó, egyelőre ennyi üveg elég lesz, és akkor, ja, várjunk csak, meg kell, ilyen is kell a fluidakthoz. Alumíniumot minek akartam kábelnek még, de hát talán csak elég lesz. 24 kábelre, én azt mondom, hogy most egy pillanatnyilag szerintem elég lesz. Ezt meg majd közel kell raknom hozzá. Ja, és még rész fog kelleni, abban csak 3 van. Hoppá! Jó. Hát, akkor még nézzük meg ezt a 12-t. De az a baj, ezt megfelezzük. 13. Vagy mi? 3? Na jó, elég lesz. Elég lesz ennyi egyelőre. Na, tehát akkor a pumpát lerakjuk. A pumpát, én azt mondom, hogy ide valahol, minél közelebb legyen, hogy ne kelljen sok kábelt használni. Valahova ide. Ebbe fog belejönni a kábel oldalról, ugye, ami a Steam innen jön.
Aha. De amúgy az oldaláról nem tudott volna jönni? Nem. Csak a tetejéről. Akkor nem szóltam. Oké, akkor így fog menni. És... a fluidaktot meg remélem, hogy rá tud csatlakozni, mert gőzöm nincs, hogy most ebbe lehet-e pumpálni, vizet ne ugorj. Ez most csak egy ötlet volt hirtelen, hogy pumpáljak bele vizet. Hogy ne kell mindig belerakni. Ugye a gőz miatt. Főleg. Ja, nem szóltam, nekem van rezem. Csak nem ugyanaz. Ejni. Fluidakt. Hát, csinálunk egy 12-t így. Azt hittem, hogy ez is. Jó, de legalább ez is gazdaságos, ugye? Nem minden ércet használ el. És akkor rárakjuk ide. Rácsatlakozik? Úgy látom, rácsatlakozik. Akkor viszont jó. Most már csak be kell indítanom. Beindítom gyorsan, termeljen valamennyi áramot. És akkor utána mehet szépen. Ja, még ebben itt van még szenem. Hát egyelőre csak 64-et elviszem, és akkor meglátjuk, hogy mit fog csinálni. Egyelőre megtöltöm manuálisan, ugye a kezdeti vízadag meglegyen, és mehet bele a szén. Képződik a gőz. Az már kap is áramot. Ebbe van víz. És keletkezik az áram. És úgy látom, hogy mindig annyi van, tehát működik, amit akartam, lehet bele vizet pumpálni. Hát tök jó. Jó, hát most ki kéne belőle vezetni egy áramkábelt, ugye, vagyis hát másik áramkábelt, ami meg majd jön a redstone kemencékhez, azok pedig majd itt lesznek egyelőre, vagyis várjunk csak. Egyelőre így egy kicsivel hátrébb viszem. Jó, ez, és fel is töltődik. Hát igen, ebben még csak ennyi fér. Így, és akkor itt lesznek a... Itt lesz végig a kemence, meg pulverizer. Hát csinálok majd, megpróbálok kettőt, mind a kettőből. És az úgy működni fog, remélem. Jól van. Egyelőre most kikapcsolom a feltöltődött. Lekötöm róla ezt is. Csak azért, hogy most ne használja ugye el az energiát, amivel megtelt. Na, szépen telik. Jó. Igen, most egyre kevesebb lesz benne a víz. És ez meg fog telni. Így, ezt most már kiveszik belőle. Megcsinálom a pulverizert, meg ilyeneket. De viszont ez már, ahogy nézem, a következő részre marad, és akkor innen fogom folytatni tovább. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!